Magyarországon naponta több ezer vérkészítményre van szükség a kórházakban zajló életmentő műtétekhez, balesetek áldozatainak ellátásához és különböző betegségek kezeléséhez. Éppen ezért hirdették meg szerdán az immár 11. alkalommal szerveződő civil véradást vármegyénkben, a Fejérvár megyei civil közösségi szolgáltató központ, a miniszterelnökség és a civil központok országos hálózatának együttműködésében. Minden évben hagyományosan tavasszal és ősszel szervezik meg a véradást. Egy véradó az három embernek is segíteni tud, balesetek esetén, egyéb vérkészítményekre szorulók ellátása esetén. A tavasszal sikeres volt a kezdeményezésünk, 162 vérkészítményt tudtunk összegyűjteni, ez alatt a 3-4 nap alatt. Most reményeink szerint még több véradó fog jelentkezni a vármegyénk 4 pontján. Zugor Zsuzsanna, az ECHO innovációs műhely elnöke a társadalmi felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet. Mint elhangzott, Magyarországon a biztonságos betegellátáshoz naponta körülbelül 1600 véradó segítségnyújtásra van szükség, ezért fontos, hogy aki egészségesnek érzi magát, segítsen másokon. Mindenkit várunk, aki egészséges, 18. életévét betöltötte, és 65 éves még nem múlt el. Azért fontos felhívnunk a figyelmet a véradásra, hiszen vért csak vérrel lehet pótolni. A balesetek, a műtétek esetében fontos, hogy folyamatosan pótlásra kerüljön a vérkészítmény. Ugye egy vérkészítményt 5 napig lehet tárolni. Mindenkit várunk, aki elég elkötelezett, érez magában annyi felelősséget, hogy a társadalomnak és a embertársainknak segítsen. A szervezők kérik, hogy mindenki iratainak birtokában érkezzen a helyszínekre, így szükség lesz a személyi igazolványra, lakcím és tajkártyára is. Szeptember 16-án Székesfehérváron a civil központban 14 és 18 óra között, szeptember 17-én a Dunaújvárosi vérellátóban 13 és 15 óra között, szeptember 18-án Sárbogárdon a József Attila művelődési házban 14 és 18 óra között, szeptember 19-én pedig Móron az Erzsébet téri művelődési házban 14 és 18 óra között várják a véradókat.